Örösvény mai adásában először a Viski Folk műhelyben megrendezett szakmai napra látogatunk. Megismerkedünk az ott folyó művészeti oktatással, valamint a Nevetlen faluból vendégségbe érkező cimbalmosokkal is. Innen Magyarország beregszászi konzulátusára indulunk, ahol Vári Fábián László Kossuth-díjas költőt köszöntötték 70. születésnapja alkalmából. Majd Ungvárra viszutunk, Homoki Gábor festőművész egyéni tárlatának megnyitójára. Tartsanak velünk! Fellépés előtti utolsó próbájukat tartják a vonósok a Viski Folk műhelyben. Nagy az izgalom a gyerekek között, hiszen hosszú idő óta először állhatnak közönség elé. A Nevetlen falui cimbalmosokat várják épp egy szakmai napra. A rendezvény célja, hogy a különböző kárpátaljai népművészeti műhelyekben tanuló fiatalok találkozzanak egymással, bemutassák zenei tudásukat, valamint megosszák tapasztalataikat. Népzenét már körülbelül 11-12 éve oktatnak Visken, a Viski Népzene és Néptánc tábor keretein belül, de így rendszeresen ilyen intézményesített formában 2018-ban indult útjára. Addig a tánc volt az, ami már működött, a két tánccsoport, a szivárványtánc csoportok, zenei oktatás nem volt. És 2018-ban ezt elindítottuk. A hegedűsökből volt a legtöbb, ez így van a mai napig. Hegedűsökből akkor volt vagy 30-40 gyerek, azt próbáltuk valahogy leosztani, hogy ezekből a gyerekekből kerüljenek ki hegedűsök, brácsások és bőgősök. Ennek a szekciónak vagyok én az oktatója. Ennek a mai napnak a neve az, hogy szomszédolás. Voltak már itt a husztiak, a huszti tánccsoport. Ennek a programnak a célja az, hogy különböző kárpátaljai népművészeti műhelyek elmennek egymáshoz, tapasztalatot cserélnek, jó gyakorlatokat átadják, mindenki elmondja, hogy nálam mi működik, vagy a másiknál mi nem működik, abba próbálunk segíteni. A vonós hangszereken kívül a Viski Folk műhelyben furuján, citerán, valamint népi harmonikán is tanulhatnak játszani a gyerekek. Mivel a mostani fellépésre az oktatók leginkább csak online formában tudták felkészíteni a fiatalokat, így jól jön még egy kis gyakorlás a fellépés előtt. Minden szekció munkáját magyarországi mentortanár segíti. A harmonikásoknak Pál Lajos, kárpátaljai népzenész ad hasznos tanácsokat az interneten keresztül. Nekem van két csoportom, vannak felnőttebbek, három gyerek jár ide, és van még kettő második csoport, még kettő kisebb gyerek jár. Azoknak még nem annyira halad, mint ezeknek a háromnak. Ezekkel a hármakkal készülünk a fülemülére, külön, mint fellépőek, úgyhogy próbáljuk összerakni a programot, hogy mi is lenne, a dalocskák milyenek is lennének. Persze segít nekünk Lajos bácsi, vele szoktunk most, ilyen időben vagyunk, hogy online csináljuk minden munkát, úgyhogy jó, hogy tud legalább így segíteni. Itt vannak a furujások. Na, sziasztok! Itt van az új tanárbácsi. A furujások épp az új oktatójukkal ismerkednek. A Nevetlen falui művészeti iskola tanára, Csetneki Ferenc, nemrég vállalta a Viski Folk műhely tanulóinak zenei képzését. Most per pillanat ismerkedünk a gyerekekkel, most látom őket először, de hát nagyon aktívak, úgy látom, hát csak itt népzene, kimondottan a népzenéről van szó, tehát Nevetlenben meg inkább a klasszikus zenét tanítom. Ismerek nagyon sok népzenét, nagymamám nagyon régen Magyarországról egy népdal kutató járt, sokat énekelt, tehát nagyon sok kárpátai népdalt ismerek. Eddig úgy van, hogy 7 gyerek, per pillanat 5-en vannak, 2 beteg. Hát fogjuk látni a továbbiakban, hogy sikerül, mint sikerül.
Citera oktatásra 2018-tól van lehetőség jelentkezni a Viski Folk műhelyben. Havasi Orsolya még 2017-ben a Pál család által szervezett citera táborban ismerkedett meg ezzel a hangszerrel. Annyira megszerette, hogy azóta nem csak játszik rajta, hanem oktatja is a citerázást. Először egy trió volt, velük számos rendezvényen vettünk részt, versenyeken, a szólafülemülén első helyezést értek el. Mivel ez egy érdekes népi hangszer, nem annyira ismert itt nálunk, és könnyű rajta megtanulni játszani. Ez az, ami vonza a gyerekeket. Ilyen hamar sikerélményt érnek el. És szép a hangzása, szóval szeretik a gyerekek. A Viski Folk műhely oktatói a Fodó Sándor közösségi házban tartják a zenei képzést heti rendszerességgel a gyerekeknek. Az épületet 2019-ben avatták fel. Vezetője Takás Zsuzsanna elmondása szerint az elmúlt időszakban a karantén miatt itt is számos program elmaradt, ám amint a járványhelyzet lehetővé teszi, szeretnék azokat pótolni. Folkműhely az működik, amennyire a mostani járványhelyzet lehetővé teszi, de hát igyekszünk működtetni. Az online térből most már egy kicsit kibontakoztunk, és a gyerekeket ide hívjuk, tehát megfelelő létszámnak eleget téve, és a gyerekek nagy örömmel jönnek, és itt tudunk velük foglalkozni, tovább oktatni, hegedülni, brácsázni, citerázni, tehát mindent csinálnak, és még a táncosok is itt foglalkoznak most már, a társcsoportunk is. Jó utaztatok? Sok hely? Hosszú volt az út? A Nevetlenfalui Művészeti Iskola tanulói érkeznek a Fodó Sándor közösségi házba. A viskiek izgatottan várták már a találkozást, hiszen először nyílik lehetősége a két műhelyben tanuló fiataloknak a közös zenélésre. Rövid eligazítást követően először a Viski Folk műhely tagjai mutatták be zenei tudásukat a vendégeknek. Majd a két település fiataljai több darabot közösen adtak elő, így megtapasztalhatták az együtt zenélés élményét. A szomszédolás másik apropója az volt, hogy Viske mostantól már a cimbalom oktatás is felkerül a folk műhelyben választható hangszeres képzések közé, hiszen Kurendás Szilvia, Nevetlenfalui cimbalom oktató vállalta a viski gyerekek tanítását is. Ez a nap pedig jó alkalom volt arra, hogy felkeltsék a helyi gyerekek érdeklődését a nem mindennapi hangszer iránt. Amikor meghallottam, hogy Visken cimbalom oktatást szeretnének indítani, én ennek őszintén nagyon megörültem, mert felajánlottak-e rá, hogy próbáljam elvállalni ezt az egész oktatást. Én gondoskodás nélkül azonnal igent mondtam rá. Úgyhogy örültem neki, hogy elindul ez a mozgalom, és a Viski Folk műhellyel közösen tudunk együtt dolgozni. Remélem, hogy sokakat fogják érdekelni ez a hangszer, hogy kicsikét komolyabban, közelebbről megismerjék, mert eleinte, amikor a gyerekek leülnek, úgy vannak vele, hogy
félnek tőled, aztán egy kicsikét megbarátkoznak vele, akkor rájönnek, hogy nem is annyira bonyolult, hogy meg lehet vele barátkozni, és rövid időn belül meg tudják szólaltatni ezt a hangszert. Na miért sűz rád a feleségem? Hát hogy ne sírnék, mikor olyan éhes vagyok, mint a farkas, reggeltől semmit sem ettem. Ha a bőr nem csinált ételt? Az bizony nem, kedves uram, hiába mondtam neki, kérleltem, szittam, mégse hallgatott rám. Az élményekkel teli napon bemutatkozott a helyi színjátszó csoport is, valamint különböző kézműves foglalkozásokon vehettek részt a fiatalok. Emellett népi énekeket és játékokat is tanulhattak. A szomszédoló foglalkozást közös táncházzal zárták a helyi és a Nevetlen faluból érkezett gyerekek. Jelenleg Visken a Szivárvány Népi Együttesben két csoportban folyik a táncoktatás. A mostani táncház számukra is jó alkalmat nyújtott a bemutatkozásra. Az ilyen táncházak keretein belül mindig minden résztvevőt szeretünk bevonni. A zenészek is táncolnak, a táncosok is táncolnak, a vendégek is táncolnak, szülők is, mindenki egyaránt. Ezek a táncházak úgy szoktak zajlani, hogy kis gyermekjátékot bele szoktunk vonni kedvcsinálónak, illetve népének tanítás van, aztán következik maga a tánc része. A táncoktatást azt egy nagy körben kezdjük, kis ritmus gyakorlatokkal, aztán áttérünk páros táncra, és végül örömtáncolunk a zenekar előtt. A Viski, mint pedig a Nevetlen falui gyerekek számára élménydúsan zárult a közös szakmai nap, hiszen hosszú kihagyás után ismét azzal foglalkozhattak, ami igazán érdekli őket, a népzene és a néptánc varázslatos világával. A szervezők pedig szeretnének minél több ilyen találkozót rendezni, hiszen jól tudják, magyar népi hagyományaink ápolása és kultúránk megőrzése csak egy módon lehetséges, ha átadjuk azt a felnövekvő nemzedéknek. Nemrég ünnepelte 70. születésnapját Vári Fábián László, Kossuth és József Attila díjas költő. Ebből az alkalomból szerveztek szűkkörű ünnepséget Magyarország beregszászi konzulátusán. Szilágyi Mátyás főkonzul köszöntő beszédében elmondta, Vári Fábián László azon kiemelkedő kárpátaljai költők egyike, aki rendszeres résztvevője a konzulátus irodalmi kilátó rendezvényeinek, és így módon is állandó együttműködő munkatársa a beregszászi magyar külképviseletnek. Hozzátette, a költő kerek születésnapja méltatása mellett szeretnének gratulálni a március 15-én kapott Kossuth díjához is. Egy olyan sokoldalú személyiség, aki igazán példaként mutatható föl ma itt a 21. század második, sőt most már harmadik évtizede elején, hiszen sokszor a mai nemzedéknek nem könnyű azt megmagyarázni, hogy mit jelentett annak idején úgynevezett polgárjogi harcosnak lenni a kommunizmus alatt, méghozzá nem is Magyarországon, hanem a legsúlyosabb diktatúrában, ugye a Szovjetunióban, amelyik azért egyaránt keményen nyomta el a különböző társadalmi rétegeket, csoportokat, és azon kívül pedig a nemzeteket, nemzetiségeket is. Ebben a
viszonyítási rendszerben bizony egy igen hiteles személyiség Vári Fábián László, hiszen ugye a legkorábbi időszaktól, amikor megfogalmazta önmagát a kárpátaljai magyar értelmiség a 60-as évek vége, 70-es évek elejétől kezdve, dacolva a szinte 10 évvel, 15 évvel korábban még sztálini élességű terror veszélyével és kockázatával, amikor az embereket Szibériába vitték el, megsemmisítő táborokba. Tehát egy ilyen közegben fölemelte szavát a magyar kultúra, a magyar nyelv, a magyar nemzeti öntudat megőrzése érdekében. Vári Fábián László első írásait még egyetemista korában publikálta. Aztán hosszú ideig sehol nem jelenhettek meg alkotásai. Az elmúlt egy-két évtizedben viszont számos kötete látott napvilágot. Költői munkássága mellett néprajzi és műfordítói tevékenysége is kiemelkedő. Jelenleg a Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának és az Együtt című folyóirat szerkesztőbizottságának az elnöke. Emellett a fiatal írók elkötelezett mentora. Az eltelt évtizedek arról győztek meg, hogy végül is helyes volt az, amit cselekedtem, amit tettem, és úgy volt jó minden, ahogy megtörtént. Tehát sem a magánélet területén, sem a közösségi képviseletterén. Úgy gondolom most, 70 éves fejjel, hogy nem kellene semmit másképp tennem, csak azt, amit annak idején jónak láttam. 2002 óta létezik nálunk egy folyóirat, az Együtt, amelynek az elődjét a szamizdatszerű, még mechanikus írógéppel sokszorosított változatát annak idején 1966 és 67-ben az ungvári magyar szakos egyetemisták készítették. Annak az utódaként, szellemi utódaként 2002-ben újraélesztettük az Együtt című folyóiratot, amely a Kárpátaljai Magyar Irodalom Fórumban kíván lenni elsősorban, de teret adunk, lehetőséget adunk minden olyan szerzőnek, aki Kárpátaljáról elszármazott, vagy Kárpátaljával foglalkozik, éljen a Kárpát-medence bármely területén. A legesleg figyelemre méltóbb tette az Együttnek, a folyóiratnak létezése óta az, hogy a fiatalságot nem csak kézen fogja, irányítja, vezeti, de teret is ad a munkásságuk kibontakoztatásának, lehetőségét a publikációkhoz. És hát most azt mondom, hogy kialakult egy olyan utánpótlás Kárpátalján, a kárpátai magyar irodalomban, amely biztosítja majd hosszú évtizedekre a kárpátai magyar irodalom folytatását. A szerző az eltűnőben lévő baka históriákból nyújt egy csokorra valót, olyan míves, átnézően prózanyelven, aminek különlegességére több szakíró is felfigyel. A Kovács Vilmos Irodalmi Társaság nevében Marcsák Gergely köszöntötte az ünnepeltet. Részletesen bemutatta Vári Fábián László Tábori posta és Vásártér című önéletrajzi regényeit. Elmondása szerint nagy öröm számára, hogy a Kossuth-díjas költő utódjaként tekint rá. Számomra mindig is, már egészen fiatal koromtól kezdve nagyon fontos volt Vári Fábián Lászlónak a költészete, hiszen diákként is tanultam a verseit, mondtam őket versmondó versenyeken. És mikor magam is ugye versírásra adtam a fejemet, akkor először Nagy Zoltán Mihály biztatása volt az, ami igazán erőt és egy pluszt adott, illetve Vári Fábián Lászlóról tudni kell, hogy eléggé szűkszavú, hogyha dicséretről van szó, de annál többet jelent az, hogyha mégis értékelni tudja a verseit a költőnek, és amikor 2010-ben én is publikálhattam az Együttben, aminek ő főszerkesztője, akkor már csak ez a tény maga is egy nagy elismerés volt számomra, és hát azóta hál' Istennek nagyon jó baráti kapcsolatunk is van, és szakmai, és azóta is, mint most a rendezvényen is elhangzott, valamilyen módon utódjának tekint, aminek én
ami miatt én nagyon boldog vagyok, és nagyon örülök neki, hogyha ez így lehet. A rendezvény végén az ünnepeltet köszöntötte Szilágyi Mátyás főkonzul, valamint Molnár László, a KMKS kulturális titkára, akik ajándékokat nyújtottak át a jubiláló Vári Fábián Lászlónak. Homoki Gábor festőművész legújabb alkotásaiból rendeztek kiállítást Magyarország ungvári főkonzulátusán. A művész egyéni tárlatának szűkkörű megnyitóján Kuti László vezetőkonzul elmondta, nagy büszkeség a konzulátus számára, hogy egy ilyen, több országban is elismert művész munkáit mutathatják be. Homoki Gábor művészete a főkonzulátus munkatársai előtt is, meg mindazok előtt, akik a kárpátaljai magyar képzőművészettel foglalkoznak, igen jól ismert. Nemrég voltak kiállításai Magyarországon is, és kiváló sajtót kapott megérdemelten az ő ottani bemutatkozása, úgyhogy teljesen természetes választás volt. Nagyon nagy büszkeség, hogy most itt lehetünk, itt egy ilyen csodálatos, sokoldalú művész, aki rengeteg stílusban alkot, de mégis minden egyes stílusban átüt az ő egyénisége, itt lehet közöttünk, és hát egy kicsit közelebb kerülhetünk ahhoz a tiszai tájhoz és a tiszai emberekhez is, akik között ő élt és akik között ő nevelkedett. Homoki Gábor színes, villódzó, élénk színű munkái szinte izzanak, mély érzelmi benyomást ébresztenek. Leginkább realista stílusban alkot, de nagyon közel áll hozzá az impresszionizmus és expresszionizmus is. Kedvenc témája a tiszai táj, az öreg házikók, utcaképek, különféle csendéletek, valamint a hit témái. Jelen kiállításon 11 műve tekinthető meg. Úgy a Kárpátaljai Festői Iskola, úgy a Nagybányai Iskola és a Lembergi irányzat is hatása volt rám, és ezt ugye meglátják a művész kollégák, meglátják a nem laikus emberek. Mindenből kaptam valamit a Nagybányai Iskolából, a Kárpátaljai Iskolának a sokszínűsége, a Lembergi Iskolának a formavilága, tehát ez szerintem mind látható az alkotásaimon. Én kolorista vagyok, és nagyon szeretem a színeket. Nem is annyira a formákat, mint a színeket. Tehát a formák talán mellékesek. Próbálok a színnel hatni, és igyekszem élénk színeket használni. Nagyon szeretem a vidám színeket. Talán, hogy felhívjam az emberek figyelmét arra, hogy milyen színes a világ. Ha sokszor szürkének is látjuk, de valóban csodálatosan színes világban élünk és élhetünk. Ugye a terem korlátozottsága miatt elég kevés festményt lehet itt kiállítani, viszont nagyon jó a milliője, nagyon jó a környezet. Igyekeztem olyan műveket válogatni, ami leginkább jellemző rám, ugye dekoratív munkák, úgy a tájképek, úgy a csendéletek, illetve egy portrét is hoztam. Thank you.
A művész az utóbbi évtizedben egyre gyakrabban mutatja be munkáit Ungváron, Kijevben, valamint az anyaország nagyobb városaiban rendezett csoportos és egyéni kiállításokon. Tagja a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társaságának, valamint a MÉK Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének. Minden egyéniség új a nap alatt, mert úgy két egyforma egyéniséget nem tudunk találni, úgy az emberek között, úgy a művészek között se tudunk találni. Tehát, és minden individuálisabbá válik egy művész, annál ismertebbé válik. Tehát előbb-utóbb ő még nagyon fiatal, hogy beszéljünk arról, hogy már valami korszak lezárult nála. Tehát még igazából, mint minden művész, mindig az elején van, akármennyi idős, de az ő esetében, amit most már elért, igazából csak fejlődést látok benne, tehát ahogy formálja a színvilágát, a látóvilágát, ez mind-mind arról beszél, hogy szép jövő vár előtte. Jelen tárlat előzetes bejelentkezést követően egy hónapig tekinthető meg Magyarország Ungvári Főkonzulátusán.